Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én, barátom, hogy a korban, a lövetek és göröngyök közt állítom, mégis csak egy nagy, ismeretlen úrnak vendége voltam. Kosztolányi Dezső hajnali részegség című versével indulta a keddi előadói est. Az irodalom és a keresztény értékek iránt érdeklődők megtöltötték a Vasutas Művelődési Ház termét. A program premierjének megszervezését a szorosan kapcsolódó alapgondolat miatt a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének nyíregyházi csoportja vállalta magára. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége az értelmiségi lét két alapvető feladatát tekinti magáénak, bonyolult korunk valóságának a megértését és az iránymutatást. Természetesen a krisztusi tanítás, a keresztény értékek és a keresztény emberkép, valamint a társadalomról, annak közösségeiről alkotott meghatározásunk, fogalmaink alapján, tulajdonképpen a keresztény értékek alapján szeretnénk mindezt tenni. Ritka, hogy egy konferencié saját magát konferálja, ennek lehetett szem és fültanúja a nagy érdemű az előadói esten. Tarci Gyulát leggyakrabban műsorvezetőként lehet látni, de ezen a programon a versek összeválogatására és előadására is vállalkozott, mely, mint kiderült, izgalmas kihívást jelentett számára. Nagyon különleges este lesz számomra is, ahol valószínűleg sokat tanulok majd magamról is, ugyanis versmondóként is ismerem magam, konferenciéként is, ezeknek mind 3 évtizedes múltja van, de a kettő együtt így még sosem próbáltam, ráadásul egy komplex est keretében, és talán azt kell mondanom, az egyik nagy nehézséget idézőjelben a felkészülésben az jelentette, hogy amikor most valóban nem csak készültem a műsorvezetésre, hanem meg is írtam az összekötő szövegeket, hogy saját magamat kellett megtanulnom, de egy izgalmas feladat volt. Kosztolányi, Áprili, Adi, Ábrányi is szólt a közönséghez Tarci Gyula által. A versek a magyar kultúrából és a keresztény hagyományokból merítenek. Az előadó úgy fogalmazott, vannak köztük olyanok, melyek évtizedek óta kísérik, de vannak olyanok, melyek az utóbbi időben fették fel újra az értelmüket. Az est címe szerintem sokat mondó, üzenet az égbe. Föltehetnénk a kérdést, hogy miért nem az égből? Azért, mert hitem szerint minden gondolatunk, érzésünk és cselekedetünk mögött eleve a teremtő áll. És ez fordítva is igaz, bármi, amit mondunk, teszünk, vagy nem cselekszünk és érzünk, azzal egy-egy üzenetet küldünk az égbe. És ezek a versek nem klasszikus istenes versek, tehát nem pont a hiszek hitetlenül Istenben lesz Aditól, de áthallásosan, közvetett módon mindegyik vagy keresi az Urat, vagy megszólítja valamilyen módon, vagy általa inspirálódik. És talán itt van a kulcsszó. Arra szerződtem magammal, amikor egy izgatottan álmatlan éjszakán rájöttem, hogy ezt nekem meg kell csinálnom, hogy a mindenkori közönséget szeretném ezzel inspirálni. Az estnek a keddi alkalom volt a premierje, ez előrevetítheti, hogy a közönségnek a jövőben lesz még alkalma hallani Tarci Gyulát versmondóként, akár Nyíregyházán kívül is. A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének nyíregyházi csoportja, mely több mint 100 tagot számlál, 2024-ben folytatná a kereszténység és a magyarság alapgondolatait felölelő rendezvények szervezését. Februárban a házasság hetéhez kapcsolódva Mondd, te kit választanál címmel tart programot, majd a keresztény missziókkal az Európán kívüli keresztény jelenléttel fog foglalkozni. Májusban 3 nyíregyházi irodalomkutatót, illetve írót fog a figyelem középpontjába állítani. Ez a földet, ez az ő hazája. Odaroskat hozzá hidegülő szája, mozdulatlan karja rögött ölelte, és egy hosszú csóppan elhőtt a lelke. Visszajött meghalni ahhoz, kit imádott. Zsír, szíjacskám, nyomj!